Én egy picit ki fogok lépni térben is és időben is ebből a mai magyar helyzetből, amit Balázs ilyen nagyon érdekesen bemutatott. Időben kicsit visszamegyünk az atomenergia hajnalára, legalábbis az atomerőművek hajnalára, és térben pedig megnézzük majd az Egyesült Államokat, meg az Európai Uniót, és itt a kommunikáció és közvéleménynek a kapcsolatát. De ígérem, a végére visszajövünk Magyarországra, és a magyar adatokról is lesz szó. Gamzon és Modigliani-nak a média elemzésével kezdeném, akik a 40-es évek végétől 89-ig elemezték az USA médiában megjelenő különféle olyan értelmezési kereteket, amelyben a nukleáris energiáról szóló diskurzus folyt. És hát nagyon érdekes dolgokat lehet látni ebből a cikkből. Már a kezdetén megjelent ugye a II. Világháború után a nagy lelkesedés, hogy az atom végre a békért, a béke érdekében használható olyan elektromos áramot lehet termelni, ami annyira olcsó, hogy nem is érdemes mérni. És a nukleáris energia, az a társadalmi haladás, a gazdasági fejlődés és a jobb életminőségnek a szimbóluma. Ezeket az ilyen retorikai csomagokat, vagy értelmezési kereteket ilyen nagybetűvel írtam, mert ebben a média elemzésben ezeknek a gyakoriságát próbálták követni. Itt ez az úgynevezett haladás package, ami megjelent. Egészen 1970-ig más nem is nagyon jelent meg ezekben a beszélgetésekben. A 70-es évek elején jött az olajválság, ekkor megjelent egy új keret is, az energiafüggetlenség keret, hiszen milyen jó, hogy ezektől a korrupt, gaz, közel-keleti monarchiáktól függetlenni lehet a szép, tiszta atomenergia segítségével. A 70-es évek közepéig nem is nagyon voltak antinukleáris hangok, akkor jelentek meg a civil szervezetek, Greenpeace, Friends of the Earth, és kezdték feszegetni az atomenergiának a problémáit. Ugyanakkor körülbelül ebben az időben vetődött fel az atomfegyverek elterjedésének a veszélyével kapcsolatos aggodalmak, és Carter elnök próbálta ennek a kontrollját kommunikálni, vagy a kontroll szükségességét kommunikálni. Minden esetre tehát fölvetődtek az aggodalmak az antinukleáris oldalon. A kontrollálhatatlanság több értelemben is, olyan értelemben, hogyha egyszer elszabadul az atomenergia, akkor mi történik? A Kína szindróma című film bizonyára ismerik, ekkor mutatták be. De kontrollálhatatlanság abban az értelemben is, hogy ugye az atomenergiát mindig ilyen nagy titoktartás vettek körül, az elszámoltathatóság, ugye a demokratikus rendszerekben az elszámoltathatóság az egy nagyon fontos érték, és ez alól kivonták magukat az atomerőművek. Egyáltalán ennek a technológiának a centralizáltsága, és megjelent már itt az alacsony költséghatékonyság kérdése is, és az, hogy vannak más utak is az energiafüggetlenségre, szoft utak, a jobb hatékonyság, az megújulók, és így tovább. Most jött a Three Mile Island-i baleset, majd később a Csernobili, ekkor kaptak azután teljes hangsúlyt ezek a értelmezési keretek, az elszámoltathatóság problémája és az elszabadulás természetesen. És hát ekkortól hosszú ideig azután nem is nagyon voltak viták, hiszen az USA-ban a 2000-es évekig fel sem vetődött új atomerőműnek az építése, sőt a Shoreham reaktort, ami már készen volt, úgy zárták be, hogy még üzembe se helyezték. Most a 2000-es években kezdett ez a helyzet megváltozni, és itt egy újabb elemzésre hivatkoznék, Nisbet nézte meg, hogy na akkor most milyen keretek, milyen értelmezési keretek jelennek meg. És ugye azt találta, hogy lényegében ugyanazok, mint korábban, mind a két oldalon. A 2001-es Bush kampány úgy mutatta be a nukleáris energiát, mint egy utat az energiafüggetlenséghez, a nemzetbiztonsági javításához, a gazdasági haladáshoz. Egyetlen új keret jelent meg, és ennek nagy jelentősége volt abban, hogy az atomenergia újra előtérbe került, ez pedig ugye a klímaváltozás. Itt belépett az atomenergia, mint sokszor úgy is emlegetik, mint megújuló energiaforrás,
amelynek a segítségével az üvegházhatású gázok emisszióját csökkenteni lehet. És hát az antinukleáris oldalérvei is hasonlóak a korábbiakhoz, az elszámoltathatóság, az elszabadulás, az alacsony költséghatékonyság és a soft alternatíváknak a megléte. Na most ennek megfelelően alakult, most én nem mennék bele abba, hogy a kommunikáció és a közvélemény között milyen kapcsolat van, nyilván nem egy egyszerű, egyirányú kapcsolat, de mindesetre összefüggések nyilván vannak. Tehát úgy jellemezték egy cikkben ezt, hogy 50-es évektől a 80-as évekig az atomenergiának derült klímája volt az USA-ban, 80-tól 95-ig viharos, 95-től 2010-ig borús, de kissé javuló. És hát most a nagy kérdés, hogy Fukushima után mi történik. Nyilván ez nagyon rossz hatással volt most a közvéleményre mindenütt. De kérdés, hogy mennyire tartós ez a hatás. Ezt soha nem tudjuk a közvélemény kutatásoknál, hogy valamilyen hatás meddig befolyásolja a közvéleményt. Tehát most visszatérve ezekre az úgynevezett package-ekre, ugye a haladás, energia, függetlenség és egyebek, nézzük meg ezt a közvéleményben. Ugye itt az energia függetlenség, illetve nem, ez most az USA közvélemény, hogy építsünk-e új atomerőművet. Látjuk, hogy a 2007-ben is még többen csökkentenék az atomenergia részarányát, mint amennyien növelték. Tehát a nagy javulás még Fukushima előtt sem vezetett oda, hogy többen akarnák növelni. És függ is ez az attitűd a kérdésfeltevés módjáról. Mert ha úgy kérdezik, hogy helyesli-e, hogy atomenergiát is használnak, akkor 70% mondja, hogy igen, és 20% hogy nem. Ha az újabb atomerőművek építéséről kérdezzük, akkor már többségben vannak a nemek. Ha pedig azt kérdezzük, hogy az ön településén szeretne egy új atomerőművet, akkor már 59% azt mondja, hogy nem. Na most ebből ugye azt lehet látni, hogy az emberek általában úgy gondolják, legalábbis az USA közvélemény 2007-ben, hogy az atomerőművek gazdasági előnyt jelentenek az ország számára, globálisan környezeti előnyt, de lokális szinten veszélyt. És modellezték is ezt a különböző közvélemény kutatások alapján, és arra jutottak, hogy az atomenergia megítélése attól függ, hogy az emberek milyen előnyöket tulajdonítanak nekik, milyen kockázatokat, és milyen a bizalom az atomerőművek működtetőjében és a szabályozó hatóságokban. Most nézzük meg ennek a modellnek az érvényesülését most már, akkor jöjjünk közelebb Magyarországhoz. Itt az európai lakosság és a magyar lakosságnak az adatai lesznek most már az Euróbarométer kutatások alapján. És akkor itt próbáltam azokra a package-ekre fókuszálni, amikről az előbb beszéltem. Tehát az energiafüggetlenség. Egyetérte azzal a közvélemény, hogy az atomenergia csökkenti a függést az energiaimporttól. Hát látjuk, hogy itt kétharmada az európai és a magyar lakosságnak is azt mondja, hogy igen, persze, egyetértünk. Egyetérte azzal, hogy az atomenergia segít biztosítani a stabil és versenyképes energiaárakat. Itt is nagyon hasonlít a két közvélemény meglepően. Körülbelül a fele, vagy picit több, mint a fele egyetért ezzel az állítással is. Egyetérte azzal a kijelentéssel, hogy az atomerőművek segítik a klímaváltozás megelőzését. Hát ezzel már azért kevesebb, mint a fele az embereknek ért egyet, de még mindig 40% fölött van. És meglepő az egyezés a magyar és az európai közvélemény között. A radioaktív hulladék kezelése, ugye, ami a kockázatnak, az atomenergia biztonságának egy nagyon fontos tényezője. Egyetérte azzal, hogy a hulladék lerakása biztonságosan megoldható. Jelentem, európai elsők vagyunk abban, hogy ebben hiszünk. 76% a magyar lakosságnak azt mondja, hogy ezzel egyetért, míg az EU átlag 40%. Hogy miért, erről majd egy kicsit később lehet, hogy még beszélgethetünk. Véleménye szerint az atomenergia előnyei vagy a kockázatai nagyobbak-e? Hát látjuk, hogy az Európai Unió lakossága a kockázatokat ítéli nagyobbnak valamivel, míg a magyarok is, de sokkal kevesebben. Tehát 2%. Hát nagyjából, Gibraltáron belül nagyjából ugyanannyian mondják, hogy a kockázatok
a nagyobbak, mint a hányan az előnyöket. Még az Európai Unióban 16%-kal többen mondják, hogy a kockázatok súlyosabbak. Itt egy nagyon érdekes kérdés, amit föltettek. Én ezt a bizalom mérésére alkalmasnak tartom. A nemzeti energiapolitika kialakításakor ön melyik eljárás preferálna? Lehetett választani. Konzultáljanak az NGO-kkal, konzultáljanak önnel, úgy volt föltéve a kérdés, tehát ön részt venne be, kérdezzék meg a felelős hatóságokat, és konzultáljanak a parlamenttel. Itt megint egy nagyon érdekes különbség van. Látjuk, hogy a magyar lakosságnak 15%-kal nagyobb része mondja azt, hogy engem ne kérdezzenek, az NGO-kat csak kérdezzenek, döntsenek a hatóságok. Tehát nagyon nagy a bizalom a hatóságokba és a szakértőkbe, mellesleg egy csomó más közvéleménykutatásunkban is ezt mérjük, vízügy, tehát nagyon sok területen a magyar szakértőknek, a magyar hatóságoknak igen nagy, és ezt nagyjából ugyanannak tekintik, nagyon nagy a hitelük még mindig. És itt a, megint az attitűd kérdés, mit csináljunk az atomenergiával. Ez egy 2009-es mérés. Ön szerint a nukleáris energia részarányát csökkenteni, szinten tartani vagy növelni lenne célszerű. Látjuk, hogy Magyarországon többen szeretnék növelni, mint csökkenteni. Még az Európai Unióban kb. Kétszer annyian szeretnék csökkenteni, mint ahányan növelni. Tehát itt megint van egy markáns különbség. Miért különbözik a magyar lakosság véleménye ennyire az európaitól? Mikor láttuk, hogy hasonlónak látják az előnyöket, kisebbnek, de az előnyöknél még mindig nagyobbnak a kockázatokat, és miért támogatják mégis jobban az atomenergiát, mint az Európai Uniós átlag. És ez most ez az én értelmezésem lesz, amit hallanak, lehet ezzel vitatkozni, provokálom is önöket. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon, és ez nem csak Magyarország, hanem valószínűleg az egész posztszocialista régióban a gazdasági előnyök és kényszerek nagyobb súllyal esnek latba a döntéseknél, mint a környezeti egészségi kockázatok. Ez az egyik ok. A másik pedig, amit mondtam, hogy a szakértőkbe, hatóságba vetett bizalom hagyományosan nagyobb. Ezt egyébként összehasonlítottuk a posztszocialista régiót, tehát az új tagállamokat a régiekkel, és itt a bizalom, hát ennél a kérdésnél, hogy ki döntsön, jóval, tehát az egész posztszocialista blokkra jellemző, hogy sokkal inkább, sokkal többen akarják, hogy a hatóságok döntsenek. Hogy ezt a korábbi 40 évből örököltük, vagy hagyományosan technokratább beállítású a magyar lakosság, mint a nyugat-európai, vagy a kelet-európai, mint a nyugat-európai, ezt nem tudjuk, de minden esetre ez egy nagyon markáns különbség. Na most, amit itt visszatérnék, egy kicsit visszahivatkoznék a Balázs előadására, a kommunikáció mind a két dologra rájátszik. Tehát ugye a kényszerre, ez a nincs más út, mint Paks. Paks nélkül nem lehet. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bezárjuk a paksi atomerőművet. Hosszú távon is szükségünk van az atomenergiára, tehát szinte eldöntött tényként és megkerülhetetlen tényezőként kommunikálják az atomenergiát. Tehát ez az egyik. A másik pedig a szakmaiságnak a hangsúlyozása, az elfogulatlan szakmaiságnak olyan esetben is, amikor ha egy kicsit mögé nézünk, akkor már látjuk, hogy nem elfogulatlanságról van szó, de a tudósoknak, a szakembereknek a megszólaltatása a sajtóban, ezért nem szólal meg a kormány Fukushima kapcsán, ezért szólal meg a nukleáris energia, vagy nukleáris intézet, a technikai intézet. És akkor egy drámai adat, hogy most a mediánnak a legújabb felmérése Fukushima után azért egy elég nagy fordulatot mutat, megint nem tudjuk, hogy ez mennyire tartós. Megkérdezték, hogy ön szerint veszélyesek-e általában az atomerőművek, azt, hogy rendkívül vagy nagyon 62% mondta, hogy nem vagy kevéssé, ezzel 35% értett egyet. A paksi atomerőművet azt már kevésbé veszélyesnek tartják, mint általában az atomerőműveket, ami szintén nagyon érdekes, de ezt is azért 52% mondja, hogy rendkívül vagy nagyon. És egyetérte azzal, hogy tehát az élettartam meghosszabbítása 63% nem ért egyet, és az új atomerőmű, a új atomreaktor építésével pedig 58%. Úgyhogy
látjuk a változásokat, és egy kis érdekesség ide a végére, hogy ezek a, hogy lássuk, hogy mennyire változékonyak az attitűdök, mennyire változékonyak ezek az értelmezési keretek. Az ignalinai atomerőmű példáját mutatnám be. A 80-as évek végén a függetlenségi mozgalom a környezeti tiltakozó mozgalom formájában jelent meg. Csak úgy, mint nálunk, ugye a rendszerváltás előtt a demokratikus ellenzék összekapcsolódott a környezetvédelmi mozgalommal. Itt is, és itt az ignalinai atomerőművet úgy jelenítették meg, mint a szovjet elnyomásnak a szimbólumát. Viszont a 90-es évek elején Oroszország energiaembargóval sújtotta Litvániát, nem kaptak gázt, nem kaptak olajat, az ignalinai erőmű volt az egyetlen igen fontos energiaforrásuk. Úgyhogy elkezdett nagyon fontos szerepet játszani. És 95-ben viszont a litván kormány kérte a belépését az Európai Unióba, de az EU az ignalinai erőművet veszélyesnek tartotta, veszélyesnek nyilvánította, és azt az egyik a belépés egyik feltételéből szabta, hogy ezt az erőművet csukják be. Hát ez kellő népharagot váltott ki, és az ignalinai erőmű ekkor azonnal a nemzeti szuverenitás jelképévé vált. És hát persze az NGO-k számára ez egy igen furcsa helyzetet eredményezett. De hát vannak ilyen érdekes történetek, és még lehet, hogy mi is leszünk néhány ilyen érdekes történetnek a tanulja Magyarországon is. Köszönöm szépen a figyelmet!